Hol nem volt, volt egyszer egy ember. Ekkora nagyszerű volt róla, hogy egymaga képes volt szembeszállni. Egy egész hatalmas nagyság. Sár igazság. Vajon mit szólna mi hozzá? Volt egyszer egy szerény ember, aki bár semmilyen nem volt, mindenét az embereknek adta. Egész életében úton volt, és mindenhol otthon érezte magát. Beszélte az emberek nyelvét, és hallotta az Isten szavát. Felnyitotta az emberek szemét, hogy meglássák, és másokkal is megoszthassák, amíg van. Követői már életében szentként tisztelték. Úgy nevezték Márton. Martinus. Martin. Martin. Márton. És ez a csoda 1700 évvel ezelőtt pontosan így született. Régen, amikor itt még szobor sem volt, és templom sem állt. Krisztus után 316-ban, Szavária városában született egy gyermek. Ez az ő története. Martinus, kisfiam, merre vagy? Márton, már megint az állatokkal társalogsz. Lóval barátkozzál, az való a katonának. Hadd építsen kedve szerint. Meglásd, nagy dolgok születnek még a keze alatt. Úgy tett, ahogyan azt a törvények rendelték. Márton apja nyomdokaiba lépett és katonának állt. De hite szerint inkább Krisztust szolgálta volna. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amiéni város kapunál Márton meglátta a koldust, és rögtön tudta, hogy mit kell tennie. Megfelezte a köpenyét, és beborította vele a reszkető ideget. Tudta, hogy az ő útja nem a katonaság. A békétlenség ellen akart már csak küzdeni. Nem vassal, hanem szép szóval és szeretettel. Valahogy úgy, ahogyan szülőföldjén, Szaváriában, még gyermekkorában hallhatta. Márton, hát hazajöttél. Úgy hallottam, messzire jutottál. Bárcsak én is a lábad nyomába léphetnék. Úgy mondják, a ház előtt volt egy kút. A hazatérő Márton annak a vizével keresztelte meg édesanyját. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Márton egész életében úton volt. Kereste a magányt, ahol rátalálhat a legnagyobb titokra. Kereste a helyet,
ahol dolga van. Tennivaló pedig akad bőven. Ezt a szélé veszünk, maga Márton hozta Pannóniából. Azért ilyen zavar. Van egy körténk, amit Márton ültetett el nálunk. Jó télálló fajta, az is Pannóniából való. A mi borunk is Márton széléjéből készült. A legjobb újbor abból van. Fáradhatatlanul járta a vidéket. Térített, tanított, és mindenféle csodás dolgokat tett. Visszaadta a vaknak a szeme világát. Betegeket gyógyított, és holtakat támasztott fel. Márton híre lassan a legkisebb faluba is eljutott. Akarják püspöknek az emberek. De hol van Márton? Merre keresik? Azt mondják, valahová a balti fiak közé bújhatott el. Nem akar az püspök lenni. Ő inkább a koldusok kenyerét eszi. Márton Túrvárosának püspöke lett, és szerte Galliában számos kolostort és templomot építetett. Hosszú életét is egy kis Loire-menti plébánián fejezte be. Környékbeli városok és monostorok vetélkedni kezdtek. Hol legyen a szent életű püspök végső nyughelye? A túriak elejét vették a vitának. Az éjjeleple alatt ellopták Márton holttestét, és nagy titokban egy csónak mélyén leúsztatták a Loire folyón. Azon a novemberi éjszakán kivirágzott a Loire partja. Szerte a világban több ezer település van ma is, amely Márton nevét és örökségét hordozza. Köztük a szülőföld, a néhai Szavária, ma Szombathely városa. A történet itt még nem ért véget. Márton azóta is minden nap arra tanít, hogy magunkban és a másikban is meglássuk a jót. Hogy boldogan éljünk, még meg nem halunk.